a város mindenkié. A szervezet aktivistája Magyari Tibor van velünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr, üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit! Vasárnap egy sajtótájékoztatóján volt szó erről, hogy törvénymódosítási javaslatot tennének, hogy hogyan lehetne a kilakoltatás megállítását, ugye ezekkel a különféle írásokkal, hát, hogy mondjam, csak elősegíteni. Mit tartalmaz, milyen törvényi lehetőségek vannak most, és mit tartalmaz pontosan az önök javaslata? Hát a mi javaslatunk, két törvénymódosító javaslatot szeretnénk benyújtani. Az egyik a szociális törvény módosítása lenne, a másik meg a végrehajtási törvény módosítása. Az előző, a szociális törvény módosítása tartalmazná az elhelyezési kötelezettséget, a második meg viszont a végrehajtási törvény módosítása a kilakoltatás megállítását elhelyezés hiányában. Na de hát létezik, és azt a parlament elfogadta, egy moratórium a kilakoltatásokra. Azt hiszem, hogy ez áprilisig, vagy júniusig? Április 30-án fog lejárni a moratórium, igen. És akkor úgy gondolják, hogy ez egy, hát hogy mondjam, csak pár hónapnyi haladék, ez nem elég, hanem ebből valami állandó lehetőség, ezt kell biztosítani, ugye? A hosszú távú célunk tulajdonképpen nekünk az lenne, hogy elérjük azt, hogy egész évben moratórium alá kerüljenek a kilakoltatások, tehát ne legyenek. Viszont szeretnénk azt, hogyha a törvény szabályozná, hogy lehetne, például a végrehajtási törvény szabályozná azt, hogy lehetne megállítani egy kilakoltatást. A szociális törvény meg arra tér neki, hogy elhelyezési kötelezettség tervelni az önkormányzatokat a gyermekes családok esetében. Hogy lehetne egy olyan megállapodást megkötni, amiben azért a lakások tulajdonosainak az érdekei is érvényesülnek, és természetesen gyerekek, anyák, idősek nem kerülnek utcára? Hát igen. Hát ez a kérdés ugye igazából. Hát tulajdonképpen ez erre megy ki, tehát csak mivel most 2018-ban a családok évének nyilvánította a kormány, így ezért nem tértünk ki külön a idősek, betegek, fogyatékkal élő emberekkel, ezekre nem tértünk ki, ezért tettük most előtérbe a családok, a gyermekes családokat a két törvénymódosítási javaslatunkba. Hát igen, csak azt mondom, hogy a lakástulajdonosok továbbra is fogalkörömmel fognak harcolni, hogy nekik joguk van ahhoz, hogy azokat az embereket, akik ilyen vagy olyan módon szerintük nem alkalmasak ott lakni, nem fizetnek, nem tudom mi, hát hogy az ő érdeküket is valahogy meg lehessen védeni, és akkor, hát akkor már lehet körvonalazni valami megállapodást. Igen, hát most a végrehajtási törvényben a kilakoltatása moratóriumról szóló 162 per a paragrafus után az kerülne be, hogy a kilakoltatásra, lakóingatlan kiürítés foganatosítására, elhelyezés hiányában nem kerülhet sor. Hát nem értjük, nem értjük egymást, de nem értjük. Eltartott gyermek él. Uh-huh. Én tudom, hogy ön mire kérdez rá. Most itt ennek a törvénymódosítási javaslatnak a második része vonatkozna a magánszemélyek által kiadott bérlakásokkal. Uh-huh. Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy egyfajta koalíciót próbálnak építeni, és hogy a pártok csatlakoztak önökhöz. Igen, igen. Tehát mivel mi civil szervezet vagyunk, és mi nem vettünk részt a parlament munkájába, ezért kénytelenek voltunk megkeresni az ellenzéki pártokat, amit meg is tettünk tavaly lakhatási hatszorhatunkkal, ahol csatlakozott az ellenzéki pártok zöme. Uh-huh. És ezeket a pártokat hívtuk meg most erre a sajtótájékoztatóra. Sajtótájékoztatónkra. Ők vállalták, hogy közös javaslatként benyújtják ezt a törvény, vagy két törvénymódosítást? Igen, hát most már minden a csatlakoztak a pártok, elmutattam a négy pártot, akik csatlakozik hozzá. Persze, jó így, hát miért ne? Persze.
együtt a PM, a Momentum és a LNP. Tehát ez a négy párt. Na most nekünk arra figyelni kellett, hogy olyan pártot próbáljunk szövetségesnek megnyerni, aki rendelkezik frakcióval, mert a törvénymódosítási javaslatot csak ők tehetnek a házelnökség felé, tehát az országgyűlés felé. Így van, hát akkor majd megvárjuk, hogy ez megtörténik, és mi lesz a sorsa. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További jó reggelt. Viszont hallásra, viszont Magyari Tibort hallották, a város mindenki aktivistáját.